Szevasztok, Peti vagyok, és a Zavagroup média csatornát nézitek! A mai nap meg fogjuk szerelni feleségem tönkrement laptopját, amiben tönkrement a merevlemez. Ebben a videóban megmutatom azt, hogy hogy tudtok szétszedni egy laptopot, hogy tudjátok kicserélni benne a merevlemezt. Beszélünk pár szót arról az SSD meghajtóról, amit bele fogunk szerelni, és utána találunk rá egy teljesen új Windows 10-et. Hogyha érdekel a téma, akkor maradj velünk s vágjunk bele. első kérdés, amit egyből tisztáznunk kell, ha már itt ülünk a számítógépnél, hogy honnan is szerzünk Windows 10 egy új laptophoz. A Windows 10 az internetről a Microsoft honlapjáról ingyenesen letölthető, méghozzá, ha fölmegyünk a Google-re és beírjuk, hogy Windows 10 letöltés, a legelső, amit találtok, az töltse le a Windows 10 lemezképet ISO ban természetesen nem ISO ban fogjuk letölteni, de erre mindjárt visszatérünk. A Windows 10 telepítéshez szükségünk van egy pendrive-ra, ami legyen legalább 16 GB-os, és amennyiben lehet legyen USB 3.0 vagy 3.1 sebességű. Ez jelenleg egy Data Traveller G3 256 GB sebességgel, és mindenképpen USB 3.0-as portba dugjuk bele, majd itt a honlapon az eszköz letöltésére kattintva letölt a számítógép egy 18,3 megabajtos fájlt, amit letöltés után elindítunk. A fáj megnyitása után egy picit elgondolkodik, ez függ attól, hogy milyen gyors a számítógépünk, illetve mennyire gyors az internetkapcsolatunk. Következő lépésként elfogadjuk a szerződési feltételeket. A videó végén arról is fogunk beszélni, hogy hogy tudjátok legálisan aktiválni a Windows 10-et meglehetősen kevés pénzért. Meglehetősen kevés pénz alatt pedig körülbelül 10 eurónyi, tehát 3000 forintnyi összeget értek. Fölkínálja azt, hogy ezt a gépet akarjuk-e frissíteni, vagy egy telepítési adathordozót akarunk létrehozni. Ugye egy másik számítógépre szeretnénk fölinstalálni a Windows-t, itt az alapbeállítások legtöbbször elegendők, de hogyha kivesszük a pipát innen, akkor bármit változhatunk, például nyelvet, tovább kattintunk, kiválasztjuk, hogy nem izofájt, hanem egy USB meghajtót szeretnénk telepíteni, és a számítógép fölismeri azokat a pendrive-okat, amik a számítógébe be vannak dugva, ugye nálam csak egy van, arra fogjuk installálni a Windows-t. Figyelem, minden adat le fog törülődni a pendrive-ról, tehát hogyha olyan pendrive-ot használtok, amin még van adat és szükségetek van rá, először másoljátok azt onnan le. A továbbra kattintva elkezdődik a másolás, ez megint csak eltelhet egy jó darabig, és attól is függ a sebessége, ugye, hogy USB 2 vagy USB 3 portot használtok, illetve a pendrive-otok is képes-e erre a sebességre. Visszatérünk, hogyha a másolás elkészült. Nos, miután elkészült a letöltés, akkor ellenőrzi, hogy a letöltés teljese, nem egy csúszott bele valamilyen hiba a letöltésbe. Majd létrehozza az adathordozót a letöltött adatokból. És az adathordozónk elkészült. Megnyomjuk a befejezést, és készen vagyunk. Ezzel az USB adathordozóval fel fogjuk tudni telepíteni az új videózunkat az új laptopra, a javított laptopra. Tehát ez a feleségem tönkrement laptopja, és az előzetes diagnosztika szerint a Winchester ment tönkre, valószínűleg szétesett a fattáblázat. Ezt a számítógépet már egyszer szétszettem, és megpróbáltam formatálni a Winchester, de nem lehet. Tehát a Winchester teljesen tönkre van menve, ezért vásároltunk hozzá egy új Samsung 860 Evo SSD meghajtót, egy terabajtosat, mert az eredeti Winchestere is egy terabajtos volt benne. Most megmutatom először is, hogy hogy lehet a számítógépet, akarom mondani a laptopot szétszedni. Ehhez a laptopot meg kell fordítani. Meg kell győződni, hogy minden áramforrást eltávolítottunk. Ez azt jelenti, hogy az akkumulátort is ki kell venni, és látható, hogy a hátsó lemez ezzel a két csavarral van rögzítve, az egyetlen szerszám, amire szükségünk van, az egy finom mechanikus csavarhúzó, mint például ez. Ez a Würth 06134895, egy rendkívül jó szet, rengeteg hegy típust megkaptok hozzá a szedben én ezt csak ajánlani tudom. És minden további nélkül kicsavarjuk ezeket a csavarokat. Felhívom figyelmeteket! hogy a csavarok nagyon aprók, könnyen elvesznek, ezért a szokásos mágneses tálcán tároljuk őket. Akinek nincsen mágneses tálcája, annak pedig ajánlom, hogy fogjon egy Tixo celux csíkot, helyezze az asztalra, és arra rá tudja ragasztani a csavarokat úgy, hogy ne szaladjon el. Nagyon fontos, hogyha leszerítek ezt a hátlemezt, akkor azzal a laptop elveszti a garanciáját, mivel ez a laptop most már lassan négy éves, semmilyen garancia nincsen már rá, tehát nincs mit elveszteni. Most a laptopban szintén egy SSD-t láttok, bár ez csak 256 GB-os, ezzel teszteltem, hogy a laptop más ö, alkatrésze mente esetleg tönkre, de ha már így nyitva látjuk a laptopot, gyorsan nézzünk körbe, hogy hogy néz ki belülről. Tehát egyrészt itt vannak a memória modulok, hogyha esetleg nagyon memóriát szeretnétek vásárolni a laptopba, akkor ez a kettő az. Itt található a processzor, ehhez hozzáférni nagyobb gond, és nem is nagyon ajánlom számotokra, jobban jártok, hogyha egy laptop szerviznél cseréltettek processzort. Ha egyáltalán lehet cserélni processzort a laptopokban, nem mindegyiknél van így. Ez a ventilátor a legfontosabb ventilátor, hisz ő hűti a processzort, és valahol itt a környéken van a videókártya is. Lehet, hogy ennél a laptopnál a processzor egyben a GPU is, tehát a videó kártyához tartozó processzor. Ez itt a wifi modul, azok szoktak ilyen kis kártyán lenni, és ilyen kis antenna kapják a delejt hátulról. Ez pedig itt a CD meghajtó, ami szintén cserélhető. Ahhoz, hogy ezt cseréld, ezt a csavart kell kilazítani itt, és előre fele kihúzható. Az eredeti Winchester, az így nézett ki, ez az a Winchester, ami tönkrement. Ez a Winchester a legtöbb laptopban egy ilyen lemez tálcán van, és a lemez tálca itt a két füllel, ezzel a csavarral és itt ezzel a csavarral van lerögzítve. Természetesen minden laptopnál és laptopgyártónál változik ez. Minden esetre, ha kiszedtétek ezt a két csavart, akkor erre fele, tehát itt a csatlakozótól elfele meghúzva a meghajtó kiszedhető a laptopból ez az az SSD, ami nekem a régi számítógépemben volt, mint mondtam, ez 256 GB-os, és itt az új, tehát 1860 EVO 1 tb SSD, ugye az SSD-ben nincsenek mozgó alkatrészek, és ennél fogva sokkal gyorsabb. Ellenben az SSD-nek van egy olyan hátránya, hogy ennek van egy bizonyos élettartalma, tehát néhány milliárd írás-olvasás után tönkre tud menni, tönkre is megy. És ha már beszéltünk a memóriáról, nézzük meg, hogy hogy lehet kiszedni. Memóriának itt van egy-egy füle, ott alul látszik egy és fölül látszik egy, mindkét oldalom, itt, illetve itt. Hogyha ezeket a füleket Széthúzzuk egymástól, akkor a memória, mint láttátok, ki is ugrik a helyéről, és így néz ki kiszedve egy laptop memóriája. Visszahelyezni ugyanúgy kell, ahogy beraktuk. Van rajta egy kis vágás, ami egy pöcökhöz illeszkedik, finoman belehelyezitek, megnyomjátok erre, és utána csak le kell nyomni. Hallotok két kattanó hangot, az igazolja, hogy a memória modul bent van a helyébe. Akkor most gyorsan beszereljük az új SSD meghajtót a sinyébe, tokjába. Ezeket a csavarokat nem kell extrém erősen meghúzni. Behelyezzük az új Winchester-t a számítógépbe. Egy határozott mozdulattal betoljuk a csatlakozókat. Megnyőződünk róla, hogy a csatlakozó teljesen össze van záródva. Arról is látjuk, hogy a meghajtó a helyén van, hogy a két rögzítő fül pontosan a csavar luk fölött helyezkedik el. Behelyezzük a két csavart, mely rögzíti a Winchester rögzítő sint, keretet, ezeket a csavarokat se kell agyon húzni, majd miután ellenőriztük, hogy minden rendben van, visszahelyezzük a laptop alját, fedelét, és behelyezzük a két rögzítő csavart. Természetesen a ti laptopotokon nem feltétlenül két csavarral van ez rúzítva. Visszaérjük a laptopba az áramforrást, és kéznél van a pendrive, amelyre már előre fölmásoltuk a Windows 10 operációs rendszert. A pendrive-ot elhelyezzük egy. USB 3-as e, dugajba. USB 2-vel is működik, de az a természetesen sokkal lassabb. Hogy honnan lehet látni, hogy USB 2 vagy USB 3, az USB 3 kék. Hogyha hajlandó a kamera fókuszálni, akkor itt látni, hogy ez kék belül, illetve a laptop oldalán is a két USB 3-as foglalat kék. Bekapcsoljuk a laptopot. A biztonság kedvéért adunk neki áramot is, és ez a laptop úgy volt beállítva, hogy az USB meghajtóról bootoljon. Hogyha a laptopot az USB meghajtó nélkül próbáljuk beindítani, és panaszkodik arra, hogy nincsen boot device, tehát arra hívja föl a figyelmünket, hogy nincs bent olyan eszköz a laptopban, amiről tudna bútolni, tehát a Winchester teljesen üres, és az USB meghajtó sincs benne, amiről be tudna indulni. Behelyezzük az USB meghajtót az USB 3.0-as portba, újraindítjuk a számítógépet, és egyből megtalálja az USB meghajtót, amiről elkezdi a Windows installálását amennyiben így se találná meg a laptop az USB eszközt, akkor indultásnál vagy az F2, F12, F8 vagy az F4 gyártótól függetlenül gomb megnyomásával tudunk belelépni abba a menübe, ahol kiválaszthatjuk azt, hogy mely eszközről induljon el a számítógép. Ezen a képen jön kiválaszthatjuk még egyszer, hogy milyen nyelvű legyen, de hisz mivel az USB drive alapvetően magyar nyelvre készítettük, ezért a magyar nyelven kívül más nem tudunk kiválasztani. Tovább kattintunk, szeretnénk telepíteni. Itt megadhatjuk a telepítési kulcsot, majd nem sokára megmutatom, hogy hogy lehet ezt a kódot beszerezni, ugye nekünk már van egy, ezért itt simán rá tudunk nyomni a nincs termék kulcsom gombra. Kiválaszthatjuk, hogy milyen verziót szeretnénk. A Pro az főképp üzleti célra való, az Education oktatási célra a feleségem home kap. Főképp a hallózatbeállítás, e-mail beállításokat fogja ez befolyásolni, elfogadjuk a licencfeltételeket feltételeket. Tovább, tehát egy új Windows-t telepítünk, egyetlen egy 1 terabajtos meghajtó van. Tovább. Felhívom figyelmeteket, hogyha itt továbbra kattintotok és a meghajtón már van adat, az a adat el fog veszni. És elkezdődik az installálás. Meglehetősen gyorsan végbe fog menni, hiszen egy i7-es laptopról van szó. USB 3-as euh, meghajtóról másolódik át az adat illetve SSD meghajtót tettünk bele, ami ezeket a procedúrákat igencsak fölgyorsítja. Ha gyengébb laptopotok van, ha USB 2-es portot használtok a pendrive-nak, illetve hagyományos mechanikus meghajtó van a laptopban, vagy a számítógépen, akkor ezek a folyamatok tovább is eltarthatnak. Mielőtt bárki megjegyzi természetesen a Windows installálásnak a menetét, egy virtuális gépen is meg tudnám mutatni sokkal jobban screen capture-rel, de úgy gondoltam, hogy ez így kimondottan autentikus, hogy egy gyakorlatilag projekten mutatom meg, hogy hogy zajlik is ez. Mint láthatátok, a folyamat rendkívül gyorsan végbe megy. a Windows a folyamat után újraindul, ekkor már nincsen szükség a pendrive-ra. Az, hogy a laptop ilyenkor többször újraindul, teljesen normális, átlagban olyan legfeljebb háromszor vagy négyszer szabad neki újraindulni, Ha ennél sokkal többször indul újra, és még mindig nincsen eredmény, akkor valószínűleg a telepítésnél valami nem sikerült. Mikor ideig eljutottunk, egy teljesen egyértelmű kérdezfelelek beállítás láncon vezet minket végig a számítógép, magyar nyelven, mivel mi Németországban lakunk, ezért fölvesszük még a németet. És ugye, mint látjátok, a laptopnak a billentyűzet kiosztása is német, mivel itt vásároltuk. hozzáadjuk a wifi-t. Ha megadtuk a wifi jelszót, akkor tovább lépésre kattintunk. Az új Microsoft, az új Windows 10, Mindenképpen szeretné, hogyha hozzáadnánk egy valamilyen e-mail címet, ahol természetesen marketingen, -re, reklámmal spemelnek minket tele, viszont tudunk olyat pászolni, hogy offline fiók, és akkor ezt a lépést átugorjuk. Még egyszer ránk akar érültetni, hogy használjuk a Microsoft bejelentkezést. Nem feltétlen fontos. Meg kell adni egy új felhasználót, és egy ilyen neki ne nézzetek. Majd föltesz egy biztonsági kérdést, ahol lehet választani, az alábbi listából, itt mindenki magának ki tudja válaszolni azt, amit szeretne. Itt megint egy kérdés, amivel a Microsoft megpróbál kis pionizálni titeket. Javaslom, hogy ne fogadjátok el. És ezekre a szolgáltatásokra valójában normális magyar embernek nincsen szüksége. Ez egy igen fontos rész, ha azt mondja, hogy ne kapcsolt ki a számítógépet, ne kapcsolt ki a számítógépet. Komoly hibák forrása lehet, és utána kezdhetitek az egész procedúrát előről. És kész a Windows telepítése. A következő lépés az, hogy mindenki a saját laptopjához kapott CD-n, DVD-n vagy az internetről letöltve telepíti a legfrissebb drivereket. Ha a driverek telepítése kész, akkor javaslom még, hogy a frissítések keresésénél mindenképpen próbáljátok meg letölteni a legfrissebb Windows frissítéseket. Egyrészt ezek biztonsági frissítések, másrészt a számítógép sebességét Általában javító frissítések, vannak olyanok is, amik tönkrevágják a gépet, de ilyenkor majd vissza tudjátok állítani a számítógépet egy korábbi verzióba. És még egy dolog, hogy hogy tudjátok aktiválni a Windowsotokat, miután az összes update meg hasonló lezajlik. Ugyanezen a menüben itt van, hogy aktiválás. Írja, hogy nincsen termékkulcs és szeretnétek egy a ti általatok már vagy birtokolt, vagy frissen vásárolt termékkulcssal aktiválni a laptopot. Ehhez a másik, másik termékkulcs megadására kell kattintani, ahova beírjátok a termékkulcsotokat, és a tovább gombra kattintva a termék aktiválása elkészül. És mivel a feleségemnek eddig Windows 7 -e volt, most pedig Windows 10-et telepítettünk rá, egyben meg is tudom nektek mutatni, hogy hogy tudtok vásárolni jogtisztán egy Windows aktiváló kulcsot az interneten. Ehhez a Google-ba bérjátok, hogy Windows 10 Home Product Key, a vásárlásfűre kattintotok, és a lehetőségeket, álszerint emelkedőre rendezitek. Itt érdemes végigolvasni, mert hiába írhatok Windows 10-et, ugye földob Windows 7-et, ami lényegesen olcsóbb, 1-2 euró, de itt van például egy Windows 10 Home, 32 és 64 bites licenc, és nagyon el kell olvasni. Például ez egy Telefonos aktiválási kód, amin nekünk nem igazán felel meg. Például itt van egy olyan aktiválási kód, amit online és telefonos aktiválás is lehet használni, 32 és 64-es rendszerhez. Ezt most megvásároljuk. A vásárlás megtörtént, és most megvárjuk az e-mailt, amiben elküldik számunkra a kódot. Tehát a kód megérkezett, és mint ahogy ezen a fényképen láthatjátok, az aktiválás sorban az áll, hogy a Windows digitális licenszel aktiválták, tehát a három, nem egész 4 euróért vásárolt aktiválási kódot a Windows elfogadta. Biztos többen fölteszik magunknak a kérdés, hogy hogy lehet egy Windows ennyire olcsó. Ez valójában úgy működik, hogy amikor egy nagy cég, vállalat, mint például mondjuk a Siemens, csak hogy példát mondjunk, bezárja egy ö, irodáját, akkor vannak olyan cégek, akik felvásárolják az összes irodai ö, berendezést, székeket, asztalokat, papírjukasztót, számítógépeket, monitorokat, mindent, és az ezeken a számítógépeken lévő Windows licenzt árulják tovább, Amerikában nem, de Európában az ilyesfajta tovább értékesítés mindaddig, ameddig számla van róla, addig legális. Ha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornára, és osszátok meg ismerősétekkel ezt a videót. Találkozunk legközelebb is, szervusztok!